Kedves paptestvérek, annak a napnak évfordulóján, amelyen Krisztus az ő apostolait és minket is papságában részesített, akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket püspökötök és Isten szent népe előtt? Akartok-e a mi Úrunk Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforni, és önmagatokról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? Akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Akarjátok-e Krisztust, mint fejünket és pásztorunkat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csak is a lelkek iránti szeretettől vezettetve? Ti pedig, kedves testvéreim, imádkozzatok papjaitokért. Árassz el őket az Úr bőséges kegyelmével, hogy legyenek Krisztusnak, az örök főpapnak hűszolgái, és vezessenek titeket ő hozzá, üdvösségünk forrásához. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyek egyre tökéletesebb képmása köztetek Krisztusnak, a papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának. Hallgass meg, Urunk! Őrizzen meg minket szeretetében az Úr, és vezessen mindnyájunkat, pásztort és nyájat az örök életre.